Az Ózdi acélművekben vásárolt részesedést az állam. Több nőt is inzultált egy ismeretlen alak a stadionban. Vadak törnek be több ingatlan kertjébe a város peremén. Ózdi Krónika, a stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek, jó estét kívánok! 20%-os részesedést vásárolt az állam az Ózdi acélművekben. Ezért mintegy 30 millió eurót fizettek a többségi tulajdonos német Max Eicher csoportnak. A tranzakciót Palkovics László innovációs és technológiai miniszter jelentette be sajtótájékoztató keretében. A politikus szerint az intézkedés növeli a munkahelyek biztonságát. Az Ózdi acélgyártásban vállalt szerepet a magyar állam. Az innovációs és technológiai miniszter sajtótájékoztatón jelentette be, hogy több mint 30 millió eurót fizettek a Max Eicher csoportnak, az Ózdi acélművek Kft. 20%-os részesedéséért. A német vállalat egyébként 1997-ben vásárolta meg az OM Kft. Vagyonát egy privatizáció keretében. Palkovics László szerint a döntés iparpolitikai szempontból is jelentős. A magyar gazdaság érdekét szolgálja. A politikus úgy fogalmazott, idézem, korszerűsödik az Ózdi acélgyártás, ennek érdekében az állami szerepvállalás lehetővé teszi, hogy azokat a munkahelyeket, ez több mint 500 munkahelyet jelent, amiket az Ózdi acélművek biztosít, a jövőben is biztonságban tudjuk. Azon túl, hogy ez a döntés a munkahelyek stabilitását szolgálja, jelentősen hozzájárul a magyar gazdaság fejlődéséhez. A miniszter kifejtette, hogy a többségi tulajdonos 60 millió euró értékű technológiai beruházást, illetve eszközbeszerzést hajt végre annak érdekében, hogy az Ózdi acélművek magasabb színvonalon, komplexebb termékekkel, jobb hatékonysággal lássa el feladatát. Max Eicher jónak értékelte a magyar kormánnyal való együttműködést, és hozzátette, hogy a jövőben is erre törekednek. A tranzakcióval kapcsolatban ma délután Rizs Gábor országgyűlési képviselő tartott sajtótájékoztatót az acélműre jó rálátást kínáló táblai körforgalomnál. Kiemelte, hogy Ózd számára a kohászat fontos iparág. A tegnapi nap fontos valamennyi ózdi ember számára. Aláírás és pecsét került arra a szerződésre, amely megalapozza az ózdi kohászat jövőjét hosszabb távon is. Az ózdi betonacélra az országban mindenütt szükség van, és pontosan jelzik azok a számok a beruházás mértékét, hogy a magyar építőipar a következő évekre 25 ezer milliárd forintos rendelésállománnyal rendelkezik. Mit jelent az ózdiak számára? Jelent munkáskezeket, olyan munkáskezeket, akit várnak, hogy a bővítés eredményeként létrejövő új technológia, új eszközök működtetéséhez ott legyenek, és korábban szerzett szakértelmük, vagy a menet közben megszerzett szakértelmük segítségével egyúttal a jövőjüket is alakítsák ki. Biztos jövőt kínál a cég az ózdiak számára, és én hiszek abban, hogy dobog még a kohászív. A hazai acélipar egyébként Palkovics László szerint komoly kihívásokkal küzd, nagy szükség van a megújítására. A kormány a nemzeti önrendelkezés fontos elemének tekinti, hogy a magyar állam tulajdonosként is jelen legyen a stratégiai ágazatokban. Még ezen a héten ki kell adniuk a munkáltatóknak minden munkavállaló számára az előző évi jövedelemről szóló igazolást. A január 31-i határidő azért fontos, mert később csak ezen dokumentum birtokában tudjuk leellenőrizni, szükség esetén kiegészíteni a Nemzeti Adó és Vámhivatal által elkészített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. A NAV minden magánszemély részére külön kérés nélkül elkészít egy adóbevallás tervezetet. Ez március 15-ig elérhetővé válik az ügyfélkapu e-SZIA felületén. Az ügyfélkapuval nem rendelkezők eddig kérhetik az adóhivataltól a tervezett postai úton való megküldését. Újdonság, hogy ettől az évtől nem csak a magánszemélyeknek, hanem a mezőgazdasági őstermelőknek, az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak is készít ilyen tervezetet a NAV. Ugyanakkor ezeket is ellenőrizni kell, és ki kell egészíteni az esetlegesen kimaradt adatokkal. Két napirendi pontról döntött ma délután az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. Először az Ózdi Sport és Élményközpont üzemeltette Bojki Tamás út 38 szám alatt ingatlan meghatározott helyiségeivel kapcsolatban tanácskoztak. Ezek a magyar állam tulajdonában,
és a Borsodabaúj Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vagyonkezelésében állnak. Az ingatlant a vagyonkezelésből az állam vissza kívánta venni, így ennek megfelelően a helyiségek átadása meg is történt. A képviselőtestületnek döntenie kell arról, hogy az ingatlan, mint telephely kikerüljön a társaság alapító okiratából. A bizottság ezt egybehangzóan elfogadta. Ezután a szakbizottság az idei munkatervéről is tanácskozott, amit ellenszavazat, valamint tartózkodás nélkül fogadtak el. Térségi konferenciát szerveztek a Tiszti Kaszinóban a humán kapacitások fejlesztése az Ózdi járásban elnevezésű projekt kapcsán. Az eseményen a konzorciumban résztvevő települések szakemberei vettek részt. Az előadásoknak köszönhetően képet kaphattak a pályázat már megvalósult részeiről, valamint arról, hogy a következő időszakban milyen elemeket vonnak majd be. Szakemberekkel telt meg a Tiszti Kaszinó tükörterme ma délelőtt. A humán kapacitások fejlesztése az Ózdi járásban projekt részeként szerveztek térségi konferenciát. A konzorciumban Ózdon kívül Farkasjuk, Borsodbóta, Csokvaomány és Domaháza önkormányzatai vesznek részt. A megjelenteket Janicsak Dávid polgármester köszöntötte. Pont olyan emberek vannak itt, akik nagyon jól tudják, hogy az elmúlt évtizedekben milyen nehéz társadalmi és szociális helyzetbe került nem csak Ózd, hanem az egész térség. És pont azok az emberek vannak itt, akik minden nap rengeteget dolgoznak azért, hogy ezen a helyzeten javítsanak. Ezután Bányai Zsuzsanna, a projekt szakmai vezetője mutatta be a megjelentek számára, hogy milyen egységekből tevődik össze a tervezet. Szó esett az eredményekről, valamint a még hátralévő feladatokról és lehetőségekről is. Szerinte ezek az alkalmak nagyon hasznosak. Itt személyesen is megismernek minket és a programelemeinket, hiszen nagyon sok projekt indul egyszerre a településeken, és gyakran ugyanazok a programelemek vagy hasonló programelemekkel, és így legalább be tudják azonosítani majd, hogy kivel is dolgoznak és milyen cél érdekében. Ezt követően Holló Endre, az Ózdi Rendőrkapitányság munkatársa tartott előadást az egyik térségünkben is előforduló problémáról, az eltűnésekről. Elmondta, hogy milyen módszerekkel és eszközökkel lépnek fel az ilyen esetekkel szemben. Egyszer a felnőttkorú eltűntekkel, illetve a fiatalkorú eltűntekkel, ami ugyebár 18 év alattiakról szól. Ezen belül is vannak a fiatalkorú eltűnésekben az intézeti szököttek, illetve a családból való eltűntek. A következő két évben egyébként szakemberek képzése és tréningezése, különböző workshopok és rendezvények szervezése, valamint ökotudatos akciók, ifjúsági táborok és kirándulások várnak majd a résztvevőkre. Több nőt is inzultált egy ismeretlen alak a városi stadionban. Információink szerint a férfi kerékpárral kísérgeti a kiszemelt lányokat. Volt, akit ismeretlenül megölelt, de akadt olyan hölgy is, akinek, idézem, a fenekére sózott. Ha a zaklatás áldozatává válunk, az a legjobb, ha mielőbb értesítjük a hatóságot és feljelentést teszünk. Ma elmentem futni, és egy fiatalember követett bicajjal jött utánam, de kiszúrta, hogy észrevettem, akkor elszivárgott. De egy idő után a semmiből ott termett, és egy jó nagyot rávágott a hátsomra. Volt még félköröm az épületig, 170-es pulzussal besprinteltem a büfé épületébe. Megálltam, kinéztem az üvegen, és láttam, hogy ott áll és bámul befelé. Ezek a bejegyzések az egyik legnagyobb közösségi portálon olvashatóak. Az elmúlt időszakban több esetben is előfordult, hogy egy ismeretlen férfi kellemetlen helyzetbe hozta a városi stadionban futó nőket. De nem csak ez a két hölgy tud beszámolni ilyen megdöbbentő esetről. Először megdöbbentem, és utána nem is gondoltam, hogy ennek még következménye lesz, tehát hogy mást is fog zaklatni. Az egyik érintett kérte, hogy arcát takarjuk ki, hangját változtassuk el, úgy stábunknak is elmeséli a történteket. Az ózdi lány múlt hétvégén indult el a barátaival futni, kicsit lassabb tempót ment, mint a többiek, emiatt lemaradt. Egy ismeretlen alak először átölelte, de akkor azt gondolta, hogy összekeverték valakivel, ami viszont ezután történt, arra nem számított. A sötétebb résznél a Tesco felüli oldalon megállt, és ott megvárt, elfutottam mellette, csak nézett, nem szólt semmit. Utána jött, és akkor onnan a bicikliről egy hirtelen nagy ütést mért a hátsomra. Akkor már én is rájöttem, hogy akkor ez nem játék, és akkor ráordítottam, hogy menjen innen, mert nem vagyok egyedül, és jönni fognak a többiek.
és visszafordultam, mert gondoltam, hogy ha a szembe irányba indulok, akkor hamarabb találkozok a futótársaimmal. Alapvető az elővigyázatosság, egyedül ne menjünk futni. Ha mégis úgy alakul, akkor családunk, barátaink tudjanak róla, hová megyünk pontosan, és mikor fogunk onnan visszaérkezni. A Városi Stadion klubépületének üvegablakán is olvashatóak a legfontosabb telefonszámok, köztük a városi rendészetét is érdemes elmenteni. Ha baj történik, azonnal a hatóságot értesítsük, hiszen minél előbb tudomást szereznek a történtekről, annál gyorsabban a helyszínre érnek. Amennyiben a zaklatóval fizikai kontaktusba kerülünk, mindenképpen próbáljuk magunktól ellökni, eltaszítani. Itt ügyeljünk arra, hogy a védekezés mértéke, a támadás mértékét ne haladja meg. Minden esetben kiáltsunk segítségért, és azonnal haladéktalanul a rendőrhatóságot értesítsük. Ugyanis a rendőrhatóság az, aki hivatalosan fel tudja deríteni és el tudja fogni a zaklatókat forró nyomon, a helyszínen vagy annak közvetlen közelében. A bejelentéseknek köszönhetően a sportlétesítmény területén a rendőrök és a rendészet munkatársai is gyakrabban járőröznek mostanában. Rendszeresen ellenőrzik a területet és felügyelik a biztonságot. A főépületben folyamatos sportaszolgálat működik. Az Ózdi Sport és Élményközpont vezetői korábban a világítást is kibővítették, hogy biztonságosabban lehessen közlekedni, valamint tervben van egy kamerarendszer kiépítése is. Véradást tartanak a Magyar Vöröskereszt Észak-Borsodi területi szervezetének Ózdi munkatársai. Január 30-án szerdán 11 órától egészen délután 4-ig a civilházban várják mindazokat, akik vérük adományozásával szeretnének hozzájárulni beteg embertársaik gyógyulásához. A beavatkozás egyik feltétele, hogy az önkéntesek személyi igazolvánnyal, valamint lakcím és tajkártyával jelenjenek meg. A szervezet egyébként minden hónap utolsó szerdáján várja a jótékony szándékú lakosságot. Rengeteg vad tör be a város peremvidékei lévő ingatlanok kertjeibe. A lakosok hiába védekeznek kerítésekkel, kutyákkal, évek óta folyamatosan visszajárnak. A vadon élő állatokat nem célszerű etetni, hiszen pontosan ezért közelítik meg a várost. Ha látjuk őket, érdemes hívni a vadásztársaságot, akik bár sokszor tehetetlenek, sok esetben segítséget nyújthatnak. Ez a felvétel egy napja készült Cipóban. Egy helyi lakos készítette, ahogyan több mint 10 vaddisznó keres élelmet az ingatlanja kertjében. Ez az eset nem egyedüli, számos lakó panaszkodik a kertekbe bejáró vadon élő állatokra. A szakértő elmondta, hogy a táplálék reményében közelítik meg a várost a vadak, ezért ne etessük őket semmiképp, hiszen odaszoknak és akár több éven keresztül is visszajárhatnak. Az a tiszteleteljes kérésem lenne az itteni lakossághoz, hogy ne etessük a vadakat, mert hogyha etetjük, akkor ezeket már innét nem lehet csak olyan módon eltávolítani, hogyha ezeket lelőjük. Lelőni viszont nem lehet kérem szépen ezen a területen, mert ez egy belterület, csak külterülete lehet lelőni őket. A lelövetés a város belső területein szigorú engedélyhez kötött, amelyet a rendőrség adhat ki, illetve ezt meg is kapják, akkor is sok veszélyt tartogat. A helyi lakosok főleg kerítéssel próbálják visszatartani a vadakat, ami sajnos nem mindig működik, hiszen azt a vaddisznók feltúrják és könnyen áthatolnak rajta. Így tehát nem sok lehetőség van az állatok távoltartására. A vadak ellen mi vadhálóval védekezünk. Jó pár évvel ezelőtt körbekerítettük a telkünket, meglehetősen nagy, és a Cipósi hegy vonulat tetejéig kihúzódik a telek. Vadhálóval, autópálya mellett alkalmazott vadhálóval kerítettük körbe a telkünket. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy bejutnak a lakott területre, célszerű hívni a helyi vadásztársaságot, akik kivonulnak és felmérik a lehetőségeket. Fontos tehát, hogy ne etessük a vadakat, illetve próbáljuk vadhálóval védeni külső területeinket. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 20%-os részesedést vásárolt az állam az Ózdi acélművekben. Az innovációs és technológiai miniszter szerint az intézkedés növeli a munkahelyek biztonságát. Konferenciát szerveztek a humán kapacitások fejlesztése az Ózdi járásban elnevezésű projekt kapcsán. A konzorciumban résztvevő települések szakemberei képet kaphattak a programelemekről. Több nőt is inzult át egy ismeretlen alak a Városi Stadionban.
Információink szerint a férfi kerékpárral kísérgeti a kiszemelt lányokat. Volt, akit ismeretlenül megölelt, de akadt olyan hölgy is, akinek a fenekére sózott. Rengeteg vad tör be a város peremvidékei lévő ingatlanok kertjeibe. Célszerű nem etetni őket, vadhálóval védekezni, illetve ha bejutnak, értesíteni a helyi vadásztársaságot. Végül néhány szóban a várható időjárásról. Erősen felhős, párás, főleg északkeleten, keleten, tartósabban ködös idő valószínű holnap. Elszórtan hullhat gyenge vegyes csapadék is. A hőmérséklet -3 és 0 fok körül alakul. Ezek voltak legfontosabb helyi híreink. Az Ózdi Krónika ismétlését ma este 8 óra 10 perckor, 11 órakor és a szokott időpontokban láthatják újra. Híradónk után 19 óra 30 perctől Bóta Nóra várja Önöket Kaleidoszkóp című magazinunkkal. A mai adásban szó lesz a művelődésért kitüntető elismerés átadásáról, beszélgetést hallhatnak a Szép Szó irodalmi kör tevékenységéről, és megmutatjuk azt is, hogyan zajlott a Madár és a Lány című előadás az Olvasóban. Friss ózdi hírekkel holnap ugyanebben az időben Bukovinszki Zsolt várja majd Önöket. Szép estét kívánok, viszontlátásra!